Köszöntöm a Köztér valamennyi nézőjét. Mai adásunkban tragikus, sokkoló történettel foglalkozunk, ahogy arról a híradóban is beszámolt a Fehérvár Televízió. Egy sárkeresztúri nő szombat hajnalban Zichy-Újfaluban megfojtotta életképes újszülöttét. A 23 éves nő nyáron lett várandós, de titkolta a terhességét mindenki előtt. Aztán ezen a tragikus hajnalon a melléképületbe ment, megszülte a gyermekét, majd megölte. Erről folytattunk már történetet a híradóban, aztán a mai nap híra az, hogy a Fejér megyei nyomozók egy korábbi emberölésre is meggyanúsították a nőt, hamarosan jönnek a részletek, aztán érkezik hozzánk a stúdióba Egei Tíma, pszichológus, mediátor. Felhívnám a nézőink figyelmét, hogy megrázó képsorok következnek. Megrázó tragédia történt március 16-án szombat reggel Zichy-Újfaluban. Egy 23 éves nő egy családi házsufniában hozta világra egészséges kislánygyermekét, akinek azonnal elvette az életét. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság nyomozást indított a nő ellen. Gyanúsította kihallgatása alkalmával, elismerte a szülés tényét. Emiatt a kollégáim előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A sárkeresztúri nőt 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt állították bíróság elé. Az ölésen született ítélet alapján a gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték. A szörnyű büntettel kapcsolatos nyomozás várhatóan hosszú folyamat lesz, és több szakember bevonását is igényelni fogja a vádlott ügyvédje szerint. Az ügyben a nyomozás befejezését követően további vádemelésre kerülhet sor. Hogyha a nyomozás azt állapítja meg, hogy a védencem valóban elkövette a terhére rott cselekményt, ez sem fogja feltétlenül azt jelenteni, hogy az ő büntethetősége is megállapítható. Ez egy hosszadalmas folyamat lesz, ahol pszichiátriai, elmeorvosi orvos szakértőkkel fogjuk vizsgálni az ő tudattartamát a bűncselekmény vonatkozásában, és ezek a körülmények fogják majd megalapozni, avagy lehetetleníteni az ő büntethetőségét. A gyilkosság körülményeiről és az ügy tényállásáról a székesfehérvári törvényszék szóvivője adott tájékoztatást. A gyanúsított a 2019. március 15-éről 16-ára víradó éjszakát azt a barátja nevelőapjának az ingatlanában töltötte, ahol a hajnali órákban nála megindult a szülés. A nő azonban arra hivatkozott, hogy rosszul van, az ingatlan melletti melléképületbe ment, és ott egy egészséges leánygyermeknek adott életet. Ezt követően a csecsemőt egy nyakakörét tekert műanyagcsővel megfojtotta, majd a holttestet a melléképületbe hagyta. Ezt követően visszatért a házba, és ott arra hivatkozva, hogy rosszul van, a barátjával az otthonába vitette magát. Az előzetes letartóztatásban helyezett 23 éves nő a rendőrségi kihallgatása során bevallott, hogy 2017-ben hasonló módon szabadult meg újszülött gyermekétől, mint a március 16-án Zichy-Újfaluban világra hozott újszülött kislányától. A gyerekgyilkos nő 2017-ben az újszülött babáját akkor egy Pest megyei település erdős területén hagyta magára. A helyszíni kihallgatás során a gyanúsított megmutatta a helyszínt, a helyet, ahol a bűncselekmény történt. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság az ügyben két rendbeli 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntet miatt folytatja az eljárást. Az ilyen tragédiák azonban könnyen elkerülhetőek lennének, hiszen azoknak az anyáknak, akik nem szeretnék megtartani gyermeküket, több választási lehetőségük is van arra, hogy biztonságos körülmények között szüljenek, és arra is, hogy ezután rögtön lemondjanak a kicsiről. Én azt tanácsolnám az olyan fiatal anyának, aki bármilyen oknál fogva nem tudja megtartani, vagy nem szeretné megtartani a kisbabáját, jöjjön be egész nyugodtan szülni a kórházba. Meg tudja szülni megfelelő szakmai és higiéniai körülmények között a gyerekét, és lehetősége van utána lemondani róla.
arra is van lehetőség, és utána örökbe kerülnek ezek a gyerekek, vagy nevelőszülőhöz, vagy örökbe rögtön, mert nagyon-nagyon-nagyon sokan vágynak kisbabára, és azoknak egy nagy megmentés ez az ilyenfajta történet. Csak arra bátorítom, hogy jöjjön, mert szülje meg a gyerekét, és ha le kíván mondani róla, aztán arra már van mindenféle lehetőség, egyesület, honlap, de személyzet is. Segítünk ebben is. Sokszor fennálló probléma, hogy azok a nők, akik ilyen büntetet követnek el, azért teszik, mert sikerült a terhességüket titkolni, és úgy vélik, hogy ha végeznek az ártatlan újszülöttel, akkor soha nem fog kiderülni, hogy mi is történt valójában. Azonban ez esetben is az orvosok kérik a kismamákat, hogy szüljenek kórházban, mert van rá lehetőség, hogy megőrizzék az anonimitásukat, elkerülve azt, hogy az ügy kitudódjon. Akkor, ha ezt mégsem teszik meg, van még egy választásuk, ami szintén anonim, és a kisbaba életét is megmenthetik vele. Az ilyen tragédiák megelőzésére hozták létre a babamentő inkubátorokat 1995-ben. 2000 óta Székesfehérváron a Szent György Kórház babamentőpontján helyezhetik az újszülött számára biztonságos inkubátorba azokat a csecsemőket, akiket az édesanyjuk nem szeretne megtartani. Ez üzemképes folyamatosan, meleg van benne, és van benne egy súlyérzékelő. A súlyérzékelő az jelzi a portán, hogy valaki van ebben az inkubátorban, és akkor pár perc után, ami elég arra, hogy ő elmenjen, és teljesen inkognitóban maradjon, akkor kijönnek, megnézzük a babát, illetve hát kijön a csecsemő osztályról, koraszült osztályról egy szakszemélyzet, egy orvos és egy nővér megfelelő pólyával vagy ruhával megfogja a kicsi babát és beviszi az osztályra. Sokan azért félnek ezt a módszert választani, mert régebben a csecsemő kitevése akár 5 év szabadságvesztéssel is járhatott, de 2005 óta az inkubátorba helyezett gyermekek esetén a szülőket nem keresik, így a kilétük titokban marad, és a tett sem von maga után büntetési eljárást. Abban az esetben, ha a legrosszabb, tehát az otthonszülés megtörtént, az országszerte kihelyezett inkubátorok listája pillanatok alatt letölthető a Tegyesz oldaláról, babamentő inkubátorok listája fájlnéven. Ez alapján már gyorsan lehet cselekedni és a kisgyermek életét is megmenteni. Továbbá kiemelten fontos lenne a prevenciós tevékenység is, minden olyan felvilágosító program, ami a titkolt terhességek és a csecsemőgyilkosságok megelőzését szolgálhatná. Az általános iskolába már, meg a középiskolába kellene kivinni az ez irányú felvilágosító tevékenységet, hiszen nagyon jól működnek az iskolákban a felvilágosító programok, és ugye itt szó van arról, hogy hogyan lehet megelőzni egy terhességet, milyen védekezési módszerek vannak, viszont arról, hogyha megtörténik a teherbeesés, a nem kívánt terhesség, akkor arról nem szól a felvilágosítás tudomásom szerint, hogy akkor milyen lehetőségei vannak az anyának. Pedig ez nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen ma már biztonságos környezetet tudunk ahhoz biztosítani, hogy anonimitás mellett biztonságosan se a gyermeke, se a saját maga életét nem veszélyeztetve szülje meg a gyerekét, és adjon esélyt saját magának is, és főként a gyerekének arra, hogy egy egészséges, boldog életet élhessen egy teljes családba. Nem lehet elégszer kiemelni annak a fontosságát, hogy egy bajba jutott. Ez esetben a terhességét és gyermekét nem akaró édesanyja. Ma már számtalan platformon tud tájékozódni arról, hogy miként cselekedhet krízis helyzetben. A probléma mértékétől függően minden esetre találhat humánus megoldást, és büntetlenül anonimitás mellett élheti tovább az életét. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg leendő szülő vágyik örökbefogadható kisbabákra, akiknek ezzel a vér szerinti anya nem csak az életüket mentheti meg, hanem esélyt adhat arra, hogy szerető közegben válhasson az egykori újszülött egy egészséges és boldog felnőtté. Ez itt a Köztér, és hogy azt említettem, műsorunk elején is itt van velünk a stúdiónkban Egei Tíme, a pszichológus mediátor. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm. Nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy a témához önök is hozzászólhatnak, elmondhatják véleményüket, hívhatnak minket adásunk ideje alatt az 516-110-es telefonszámon. Nos, hát egy elég tragikus történet a hírekből, gondolom, hogy és a bejátszóból is ön is itt tájékozódott a részletekről. Egyáltalában mi vezethet oda, hogy mondjuk egy édesanya megölje a csecsemőjét, az újszülött babáját?
Azt gondolom, hogy a mentális állapota, ami ilyenkor előfordul, hogy ugye teljesen elszakad a valóságtól, és ezt nevezi a szakmánk pszichózisnak, ami egy gyűjtőfogalom igazándiból. Tehát teljesen megszűnik a kapcsolata a valósággal, téveszméi vannak, olyan dolgokat érez, hisz, lát, hall, aminek nincs köze a valósághoz. És azt gondolom, hogy valahol ez többek között. Vannak egyébként intő vagy figyelemfelkeltő jelek? Mire érdemes a környezetnek figyelni? Hát elég nehéz eltitkolni egy terhességet igazándiból. Volt már rá példa, meg valószínű, hogy még lesz is a történelemben, hogy a környezet sem vette észre, de azért, hogyha az ember egy kicsit figyel és törődik a másikkal, akkor észreveszi, hogy valami megváltozott. Többek között a testalkata vagy a viselkedése. Hiszen azért a pszichózisnak vannak, tehát hogy az, hogy valaki idáig eljut, hogy a saját csecsemőjével végez, azért annak vannak intőjelei valószínű a viselkedésében. És hogyha a környezete egy kicsit figyel, akkor ezt meg lehetne előzni. Honnan tudhatjuk, hogy baj van? Említette az intőjeleket, mégis mire érdemes figyelni? Az is lehet, hogy valaki eleve egy zárkózottabb típusnak tűnik, nem? És magába forduló, és nem is kér segítséget, vagy mondjuk esetleg egy nagyobb testalkatú hölgy. Sőt, olyan is előfordul egyébként, hogy ő maga sem tudja, hogy várandós. Tehát, hogy ilyet is láttunk már. Én azt gondolom, hogy ugye ennek a fő oka a tudatlanság. Ha a környezet kommunikál vele, beszél vele, ha van valaki, akiben megbízhat, és akinek elmondhatja, hogy esetleg mi történt vele, most akármennyire zárkozott is valaki azért, hogy egyáltalán semmiféle utalás, vagy semmi, tehát senkinek ne jöjjön le semmi, ez számomra nagyon hihetetlen és elképzelhetetlen. Tehát előbb-utóbb valakinek fel kell figyelni arra, hogy ha más nem másképp viselkedik, vagy más ruhákat kezd el viselni. Nekem mondjuk, ami még ilyen egészen sokkoló volt ebben a történetben, hogy ugye itt a gyanúsítottról azért kiderült a mai nap híre ez, hogy tulajdonképpen 2 évvel ezelőtt egy hasonló dolgot már ő elkövetett, el is vezette ugye a nyomozókat a helyszínhez, egy Pest megyei helyszínhez. Tehát 2017 és 2019-ben ez a két dolog előfordult vele. Lehet mind a két alkalommal ez a pszichés megváltozott állapot az oka? Elvileg lehet, egyébként meg majd az igazságszolgáltatás ki fogja deríteni, nyilván, hogy valójában így van, hogy valójában mi történt vele. Van egy olyan mondás, hogy egy nő két dologért bármire hajlandó, egy, hogy legyen gyereke, vagy azért, hogy ne legyen gyereke. Ez nagyon kegyetlenül hangzik, de az igazság a mellékelt ábra azt mutatja, hogy pszichózison túl is van az a fajta, hát nem mondhatom azt, hogy erkölcs nélküliség, vagy lelkiismeret nélküliség, amikor egyszerűen nem vállalja fel ennek a következményeit, tettének a következményeit, és azt gondolja, hogy meg nem történté teszi. Nem minden bűnelkövető pszichotikus vagy elmebeteg. Volt már ezzel kapcsolatban sajnos több alkalommal ugye ilyen híradás, hogy valaki megöli a csecsemőjét, és hát mondjuk itt éppen viszonylag fiatalabb elkövetőről, gyanúsítottról beszélhetünk, de jó magam egy ilyen 10-11 éve voltam pont itt a megyében szintén forgatni, ott pedig egy több gyerekes, idősebb családanyánál, azt hiszem pont a 4. gyermekét ölte meg, gyilkolta meg, és ott például a család azt mondta, hogy nagyon kiegyensúlyozottnak tűnt, és hogy senki semmit nem vett észre rajta a környezetében. És a másik gyerekekről gondoskodott. Ez olyan, nekem olyan visszásnak tűnik. Igen, egyébként eléggé ambivalens valóban. Nagyon sokszor a skizofréniának sincs látható jele például, pedig az egy nagyon súlyos, zavarodott elmeállapot igazándiból. Van olyan, hogy nagyon viselkednek, vagy az elvárásokhoz képest, de mégis szerintem kell, hogy legyenek árulkodó jelek. Tehát, hogy aki vele él a környezetében, nem hiszem el, hogy nem veszi észre, hiszen rendszerint valamiféle téveszmével kezdődik, vagy valamiféle viselkedés zavarral. Tehát azért mondom, hogy ha odafigyelünk egymásra, nem tudom elképzelni, hogy ilyen fölött, olyan szinten mindenki, az, hogy a szomszéd elsiklik fölötte, az egy dolog, mert nincsen napi kapcsolatban vele. De aki napi kapcsolatban van az érintettel, nem tudom elképzelni, hogy ne vegyék észre, hogy valami nem kerek, vagy nem stimmel.
Ugye itt az imént is elhangzott a prevenció, a megelőzés, ez nyilván több részből áll. Mi segíthet ön szerint, hogy mondjuk ezek az állapotok elkerülhetőek legyenek, vagy az ilyen tragikus helyzetek elkerülhetőek legyenek? Hát első körben, ahogy elhangzott a bejátszásban is, a felvilágosítás. Az információ korában élünk, ahol a fiatalok meglepően keveset tudnak ezekről a dolgokról, és akár hiszi, akár nem, Viktória, a 21. században még elhangzik gyerekek szájából olyan, hogy teherbe estem, pedig csak egyszer szexeltem. Aminek nem lenne szabad megtörténni. Nem az, hogy teherbe esik, hanem hogy egyáltalán, hogy ez a hiedelem egyáltalán tartsa magát még a 21. században, amikor egy gombnyomással bármiféle információ elérhető. Tehát, hogy sokkal többet kellene beszélgetni a gyerekekkel erről. Sajnos vannak olyan rétegei a magyar társadalomnak, ahol a szexualitásról, felvilágosításról beszélni még mindig tabu. És vannak olyan fiatalok, akik az összes információt a pornófilmekből nyerik. Úgyhogy igen, a prevencióban látnám én is azt, hogy egyrészt a gyerek ne féljen, hogyha ilyen történik egy gyerekkel, mert van, amikor gyerek öl meg gyereket tulajdonképpen, és azért, mert fél, vagy mert egyszerűen nem tudja, nem meri bevallani, vagy nem tudom, fél a szüleitől. Tehát mindenképpen felvilágosítás kéne, beszélgetés kéne, és tényleg népszerűsíteni azt, hogy annyi sok örökbefogadó család vár kisbabára. Tehát, hogy nem biztos, hogy az abortusz, vagy ez a megoldás. A felvilágosítás kapcsán a hajlamosak, a társadalom nagy része hajlamos hárítani a védőnőkre, az iskolára, de azért azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez a családnak a feladata, én legalábbis azt gondolom, hogy egy szülőnek ugyanúgy feladata leülni a gyerekével, és nyilván az életkorának megfelelően tájékoztatni, mint ahogy mondjuk az iskolának, vagy a védőnőnek és egyéb szervezeteknek ebből a dologból kivenni a feladatát. Így van, nem kell a felelősséggel pingpongozni, első körben mindig a család feladata, mint ahogy a szocializáció, a nevelés is első körben a család feladata. Aztán hibáztathatjuk a pedagógust, ha a gyerek ezt vagy azt nem csinál jól, de alapvetően az, hogy megtanul-e viselkedni, kommunikálni, megtanul alapvető dolgokat a szexről, az valahol a szülőknek a felelőssége és dolga is. Mitől lehet még mindig tabu ez a téma? Én azt gondolom, hogy kényelmetlen a felnőtteknek erről beszélni, kényelmetlen a saját tapasztalataikat megosztani, és úgy szocializálódtak ők is, hogy velük sem beszéltek. Tehát, hogyha megkérdez egy korombeli embert, hogy mennyit beszélt a szüleivel a szexről, azt fogja mondani nagy valószínűséggel, hogy semennyit. Vagy olvasott esetleg felvilágosító könyvet, vagy hallott róla, vagy megtanulta, vagy tapasztalatot szerzett. De az, hogy egy fiúgyereknek az apukája elmondta volna, hogy fiam, üljünk le és elmondom, hogy szexel egy férfi, ilyen nem nagyon szokott megtörténni. Hát a felelős magatartás talán a következő lépcső, amit említett is ön is az imént, hogy amikor pedig már megtörténik, a baj, ha nevezhetjük bajnak, nyilván egy tinédzser gyerek életében talán nevezhetjük nem kíván dolognak, akkor, hogy tudja, hogy mi a teendő. Ezzel hányadán állunk? Nagyjából ugyanúgy, mint a szexualitással. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi a menete, mi következik most. Egyszerűen megrémülnek, megijednek, és ilyenkor egyszerűbb titkolózni, vagy elkerülni, vagy nem beszélni róla, vagy titkolni a környezet elől. Talán itt is egyrészt van a családnak valamiféle felelőssége, hiszen aki figyel a gyerekére, az egyrészt észreveszi, ha baj van, másrészt pedig azt gondolom, hogy egy jól funkcionáló családban a gyerek bátran oda mehet a szülőhöz, ha akár ilyen probléma történik, de alapvetően nem a tűzoltáson lenne a lényeg, ugye, hanem pont a megelőzésén, hogy ez ne történjen meg, vagy ne ilyen körülmények között történjen meg. Hát, hogyha már a megtörtént esetekről beszélünk, akkor, és már említettem, hogy ugye voltak hasonló történések, itt Székesfehérváron is volt egy hasonló történet, ahol csaknem 2 évtizeden át cipelte a borzalmas büntett terhét az a nő, aki a vád szerint még 1998-ban megölhette az újszülött csecsemőjét. 2017-ben foglalkoztunk ezzel a témával itt a köztérben is, jöjjön most az akkori összeállításunk, aztán folytatjuk innen a témát. Betömték a száját, majd zsineggel megfojtották. Egy guberáló bukkant rá az újszülött holttestére 20 évvel ezelőtt ebben a kukában. A csecsemőt paplanba csomagolva egy szatyorban találták meg. A kislány szájába gyerekzoknit tömtek és egy zsineget tekertek a nyakára.
A 20 évvel ezelőtti nyomozás során gyanúba keveredett egy fiatal lány, akiről többen is feltételezték, hogy terhes, de az orvos akkor tisztázta őt. Akkor már fölmerült a mostani gyanúsítottnak a neve, de minden, volt rá valamás, hogy terhes lehetett, azonban a kezelőorvosával beszéltek az esetet, hogyha szülés után egy 3-4 héttel a kollégáim akkor, és az orvos őt kizárta, azt mondta, hogy volt nála vizsgálaton, és szülésre utaló jeleket nem talált nála. Mégis ez a vizsgálat adta az ügyben a fordulópontot. A későbbi szakértői vélemény szerint ugyanis a szülésre utaló jelek nem szembetűnőek akkor, ha a vizsgált nőnek nem az volt az első szülése. A nyomozók a csecsemő szájába tömött gyerekzokni miatt pedig azt feltételezték, hogy a tettesnek van másik gyermeke. Az asszonynak 17 évesen valóban volt már egy kislánya, akit édesapa nélkül a saját szüleivel közös lakásban nevelt. Később még 3 gyermeket szült, és a bíróság szerint példás anyaként viselkedett velük. A bíróság bűnösnek találta. Emberül és büntettében a BTK 1978. évi 4-es törvény BTK 166. szakasz 1-2 bekezdés D pontja alapján különös kegyetlenséggel elkövetve. Ezért őt a törvényszék 2 évi fiatalkorok fogházbüntetésére, börtönbüntetésére ítéli. A fiatalkorok börtönbüntetés végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztik. A székesfehérvári törvényszék a korábbi büntető törvénykönyv szabályai szerint hozott ítéletet. 2 év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztést kapott, 5 évre felfüggesztve. Az elkövetéskor fiatalkorú volt a vádlott, eleve enyhébb szabályok vonatkoznak az elbírálásra. A bíróság figyelembe vette különös súllyal azt is, hogy nagyon hosszú idő telt el az elkövetés óta. Azóta a korábban egyébként nehéz körülmények között élő vádlott, akinek egyébként nagyjából segítsége sem volt ebben a szituációban, amiben ő volt akkor, amikor a cselekményt elkövette. Azóta példás családi életet él. Az asszony vallomást tett és őszinte megbánást tanúsított. Miután vallomást tett, 2-szer az öngyilkosságba akart menekülni. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosításért fellebbezett. Az ügy a győri ítélőtáblán folytatódik tovább. Nos, ez szintén egy másik történet, szintén egy tragédia, nehéz szavakat találni, ugyanakkor azért az fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, ami egy ilyen állapotig vezethet, mik lehetnek a háttérben. Hát, ahogy elhangzott a bejátszásban, a nehéz sorsú, tehát, hogy nyilván az a családi háttér vagy háttér, ahonnan jön, gyerekkori bántalmazás, depresszióra való hajlam, bármiféle elmebetegségre való hajlam. És ugye soha nem lehet tudni, mi lesz az a pont, amitől meghúzódik a ravasz, és beindul a láncreakció. Amikor elpattam valami. Ugye azt mondja a szakirodalom, hogy ennek utána néztem, hogy a tanultságnak nincs köze. De azt gondolom, hogy valamilyen szinten van. Persze természetesen nem iskola függő az, vagy végzettség függő az, hogy kinek borul el az agya, de alapvetően, hogy hogyan reagálunk, meg milyen probléma megoldó készségeink, képességeink vannak, az azért valahol intelligencia és tanultság kérdése is. És ilyenkor mi lehet a háttérben? Szorongás, félelem mindezek mellett? Hát azt gondolom, hogy egy nagyon durva szorongás, igen, amit gyerekkor óta itt cipelhet magával valaki. Vagy azért, mert bántalmazták, vagy érzelmileg elhanyagolták. Ugye itt is elhangzott, hogy 2-szer próbált meg öngyilkosságot elkövetni az érintett hölgy. Nyilván ez egy kicsit utal arra is, hogy biztosan depressziós állapotban is volt. Valószínű, mert különben nem kísérelte volna meg. Vagy csak tehát van a szakirodalomban egy úgynevezett segélykiáltás, cry for help, amit olyankor szoktak alkalmazni a szakemberek, ha valaki sikertelen öngyilkossági kísérletet, vagy elkövet egy ilyet, és hogy valójában nem is akar meghalni, csak fel akarja hívni a környezete figyelmét arra, hogy baj van. Nem tudhatjuk, hogy ez volt-e, vagy valódi kísérlet volt. Aki meg akar halni, az meghal, véleményem szerint. Depressziót azt ugye említettük, nyilván annak is vannak előjelei, vannak előzményeit, mire érdemes figyelni? Különösen a szülés utáni depresszió kap itt, gondolom, hangsúlyt. Első körben
azt, az is befolyásolja, hogy milyen volt a várandóság ideje. Ha valakinek olyan életeseményei vannak, vagy olyan dolgok történnek vele, ami eleve deprimáltá vagy depressziósá teszik, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel kerül rosszabb állapotba a szülés után. Nagyon erősek az elvárások, tehát hogy annyi mítoszt lehet hallani az anyaság szépségeiről, meg ennek az érzésnek a fantasztikusságáról, de a nehézségekről meg nem szívesen beszélnek, és ez is egy ilyen tabu téma, hogy valójában mivel jár az anyaság. És azt gondolom, hogy egy hét nem alvás után gyakorlatilag bárki képes depresszióba esni, és ez ingerszegény környezet, ez az úgynevezett bezártság, hogy otthon lenni, anyarobotnak lenni 24-ből 24-et egy gyerekkel, ez bárkit ki tud borítani. Van, aki jobban viseli, van, aki rosszabbul. Az az úgynevezett baby blues, azon majdnem minden anya átesik, azt olvastam ma a statisztikák szerint, hogy 85%-át érinti a szülőnőknek, de 10%-uk lesz igazán depressziós. És hogy most már intézményesített rendszerben tudnak ezzel foglalkozni, nem csak a prevencióval vagy a pszichotikus állapottal, hanem a szülés utáni depresszióval. Ha esetleg valaki nem tudná, akkor Budapesten a Szent János Kórháznak van egy külön ilyen pszichiátriai osztálya, ahol csak ezzel foglalkoznak. Tehát van segítség, lehet segítséget kérni. Igen, hiszen mondjuk nyilván a szülés utáni depresszió az már egy másik állapot, és szerencsére azért sok esetben, a legtöbb esetben nem jut el oda az édesanyja, hogy mondjuk bántalmazza is a gyerekét, de hát egy ilyen nagyfokú lelkiismeret furdalással, meg tényleg ilyen nagyon ingadozó kedély állapottal jár, és ahogy ön is említette, tabu téma, és nem mernek erről a nők beszélni, mert talán a társadalom is egy olyan tükröt tart elénk, hogy hát anyának lenni csak csoda, szép, csodálatos és fantasztikus dolog, és nem lehet arról beszélni, hogy nem minden felhőtlen, nem minden jó, és igenis lehet rossz napja is az anyukának. Igen, egy kicsit túl van tolva ez, holott azt gondolom, hogy az anyaság az egy állapot, nem egy érdem, és bár nem mindenki érdemli meg, hogy anya legyen, a jelek szerint, de valóban nem beszélünk erről, és nem beszélnek erről, mert igen, tabu azt mondani, hogy most elegem van a gyerekemből, nagyon szeretem, de most elegem van abból, hogy tudom én, hónapok óta nem aludtam, hogy gyakorlatilag folyamatosan sír, hogy fáradt vagyok, hogy nem mozdulhatok ki, tehát hogy nem, és elvárják, hogy egyből, ahogy az anya mellére teszik a gyereket születés után, eljöjjön a nagy anyai érzés, ami elborítja. Nos, ez nem mindenkinél következik be, van, akinél csak hetek után jön elő, mert ott van, csak én azt gondolom, hogy a szorongás meg a félelmek elnyomják. És hogyha a szülésfelkészítő tanfolyamokon is egy kicsit többet beszélnének erről, illetve a párkapcsolat válságairól gyerekszületés után, akkor lehet, hogy kevesebb lenne a szülés utáni depresszió, ha a kismamák, az anyukák tudnák, hogy igazándiból túl azon, hogy a kitolási szakasz miből áll, hogyan készüljenek fel az utána következő történetre. Meg kevés dolog esik, vagy kevés szó esik arról is, hogy azért az emberben ilyenkor a saját tapasztalatom szerint ilyenkor bíjaskodik a nő és az anya, meg az, hogy az én idő az teljesen kvázi nullára redikálódik, és azért muszáj a feltöltődésre is fordítani valamelyest időt. Hát sokkal fontosabb, gyakran a gyerekekkel kapcsolatban szoktam mondani, a minőségi idő, mint a mennyiségi idő. Most ez nem azt jelenti, hogy nyilván az ember az újszülöttje mellett ott van 24-ből 24 órát, de jó esetben és szerencsés esetben van annak a gyereknek apja is. És miért ne bízhatnánk rá azokat a tevékenységeket? Ez egy kicsit kétoldalú ez a megközelítés, mert egyrészt itt a szorongó vagy bizonytalan anyáknak szüksége van a én nem hiányozhatok, pótolhatatlan vagyok érzése, tehát ez legalább annyira szól az anyának a bizonytalanságáról, mint esetleg az apának az inkompetenciájáról, bár azt gondolom, hogy ez egy tanulható dolog. Az anyai ösztön az velünk született, az apai magatartás az meg egy tanult viselkedésforma, szerintem bele lehet ebbe jönni. És azt gondolom, hogy megfelelő teher elosztással, munka megosztással szerintem azért ez kivitelezhető, hogy nő is maradjak, én időm is legyen, még akkor is, ha nem leszek olyan, mint a reklámban, frissen fodrászolva, száldosó hajjal, vagy nem tudom. Csuba mosolyjal. Így van, és minden, a lakás is csillog-villog, a gyerek se ordít, és kellemes illat van, amikor a férjem hazajön, és nincs lebüfizve a pólom. De hát tudjuk, hogy ez nagyon sokszor csak egy elképzelés, a valóság nem így működik.
Nyilván, hogy említette, ugye több fokozata is van ennek az állapotnak, kinek enyhébb, kinek súlyosabb tünetei vannak így szülés után, és súlyosabban érint ugye a szülés utáni depresszió. Hova érdemes fordulni? Említette egy helyet, de érdemes mondjuk a más hasonszörű anyukákkal találkozni, vagy mit tegyen az ember, hogy mondjuk mi hamarabb túl legyen ez az ideiglenes állapoton? Igen, az a tapasztalatom, hogy egyrészt egy olyan közösség, egy hasonló közösség nagyon sokat tud segíteni, ha meg úgy érzi az ember, hogy nem tud egyedül úrrá lenni rajta, a család is figyeljen ilyenkor, akkor igenis érdemes szakemberhez fordulni, mert kideríthetik, hogy mi áll az egész mögött, és van, hogy egy jó mondattal helyre lehet valakinek a lelkét tenni, vagy fel lehet szabadítani valami bűntudat vagy szorongás alól. Meg a családnak is érdemes odafigyelni, abszolút, és segítőkezet nyújtani, igaz? Abszolút, abszolút. Mindenki, amiben tud. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Adásunkat visszanézhetik online és YouTube csatornánkon, a Fehérvár Média Centrumnak a YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy itt voltak, még egyszer viszontlátásra.